Az egyetemi hallgatóknak tanulmányaik közben családjuktól való elköltözés esetén két út áll rendelkezésre. Mindkét esetben rengeteg nehézséggel kell szembenézniük, amely az önálló életük elkezdésében és az esetleges családalapításban hátráltathatja őket. A rossz minőségű, múlt századbeli kollégiumok, amiben egy szobában akár harmadmagukkal kénytelenek élni 5-6 négyzetméteren, valamint a diákpénztárcával megfizethetetlen albérletek. A Mi Hazánk mozgalom erre a sokak számára zsákutcás helyzetre javasolja az állami diáknegyed építési programot. Az állam non-profit hozzáállással hozzon létre az egyetemvárosaink külső részén, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen számukra épített lakóparkokat. A bevétel maximalizálás hiányában ezek a lakások a kollégiumi szobáknál bár magasabb, az albérleteknél jóval alacsonyabb áron lennének elérhetőek, hiszen ez az ár jelenleg a hazai egyetemek környékén 185.000 forint. Előnyük a kollégiumokkal szemben, hogy itt valódi önálló életüket meg tudják kezdeni a fiatalok, ezzel segítve őket a korábbi házasodásban és az esetleges egyetemi évek vége fele történő gyermekvállalásban. Ezek az ingatlanok érvényes hallgatói jogviszonnyal lennének elérhetőek, de elképzeléseink szerint az egyetemi éveik alatt párjaikat megtaláló hallgatókhoz házastársuk bérmentve beköltözhetne, ezzel a lakhatás kifejezetten előnyös lenne számukra közös életük első éveiben. Ezen javaslatunk fedezésére, csak úgy, mint a kollégiumfejlesztési programunkére, a külföldi diákok 10 000-eit évente az állam által a Stipendium Hungaricum program keretében fizetett 40 milliárd forintot szánnánk, hiszen a magyar fiatalok lakhatási válságának megoldása nem várhat tovább.